Eltemették Váradi Andrást, aki egy hete a választások előtti éjszaka szenvedett halálos balesetet. Váradi András indult Alcsútdoboz polgármesterségért, ezért szombat este még plakátokat ragasztott. Hazafelé tartott, amikor egy idős autós az egyébként máskor kihalt úton elgázolta. Váradi Andrást a családján kívül sok falubéli és több baloldali politikus kísérte utolsó útjára. Sokan voltak Váradi András temetésén. Pártársai, köztük Bajnai Gordon volt miniszterelnök, és más baloldali politikusok, például a szocialista Gőgös Zoltán, vagy a főpolgármester jelöltségtől végül visszalépett Falus Ferenc kísérték a koporsót a sírhoz. Ott egyik barátja emlékezett a Juhász Balett politikusra, aki Alcsútdoboz és Felcsútdoboz összevont polgármesteri székéért indult a mostani választáson az Együtt PM színeiben. Aki nyíltan szembeszállt a mai hatalmasságokkal, mindezek miatt te lettél nekünk lélekben Alcsút polgármestere. A választáson végül az eddigi polgármester Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor miniszterelnök milliárdos barátja győzött. Váradi Andrásnak nem csak politikai ellenfele volt Mészáros. A gázszerelőből lett nagyvállalkozó cége, a Buzakalász 66 az állami földbérleti pályázaton elnyerte Váradi elől azokat a területeket, amelyeket a férfi juhászként évekig gazdálkodott. Váradi korábban azt mondta az RTL híradónak, hogy a tönk szélére került. Ez itt végig az én területem volt, itt, ahol a karám részt, tehát itt is legeltettem igen gyakran. Mészáros Lőrinc cége és a családtagok a becslések szerint több mint 1300 hektár föld bérleti jogát nyerték el 20 évre. Itt egy valós kis királysággal állunk szembe. Pártársai szerint Váradi nem magáért indult harcba, azért is mentek el a környékről olyan sokan a temetésére. Hajlandó volt és képes volt szembe menni egy olyan hatalommal, amit Mészáros Lőrinc testesít meg. Váradi Andrásnak két kiskorú gyereke volt, akiknek a megsegítésére alapítványt hoztak létre.